Megkezdte a Hezbollah dél-libanoni alagút hálózatának felszámolását az izraeli hadsereg. Az IDF a közösségi médiában közzétett posztjában azt írta, hogy több mint 50 föld alatti folyosót és más terrorista infrastruktúrát semmisítettek meg, és lefoglaltak egy fegyverraktárat. Szombaton legalább 10 izraeli légicsapás érte Beirutot. Az IDF szerint a Hezbollah mintegy 180 lövedéket lőtt ki a zsidó államra Libanonból. Az izraeli védelmi erők közben nyilvánosságra hoztak egy tavaly októberi videót, amelyen állításuk szerint a Hamász szerdán megölt vezetője látható a ciszjordániai föld alatti alagutakban egy nappal azelőtt, hogy a palesztin terrorszervezet fegyveres támadást indított a zsidó állam ellen. Yahya Sinwar volt az 1200 izraeli halálos áldozattal és 250 elhurcolt túszszal végződött október 7-i támadás kitervelője.